csak mondjon igent a felterjesztésre. Egy darab igen. De ez igazán csak egy szívesség, egy ilyen ajánlatért cserébe, nem gondolja? Dehogy nem. Ön jól jár, és mi is? Persze elsősorban a maguk vállalata. Ez részletkérdés. Akkor megegyeztünk. Talán. Minden világos. Minden világos. Akkor? Miért csak talán? Honnan tudjam, hogy valóban megkapom a pénzt? Nem bízik bennünk. Őszintén? A felterjesztés előtt átutalunk az alapítványának 40%-ot. Ahhoz szerződnünk kéne. Ez gyanús, gyanús, nem jó. Miért nem azt mondja, hogy legális? Mi? Az? A mi módszereink kell, az lesz. És ha meggondolom magam? Nem fogja. Ez nagyon határozottnak tűnt. Mert nagyon határozottak vagyunk. Ebben biztos lehet. Az az érzésem, mintha megfenyegetett volna. Szerintem mindent megbeszéltünk. Már megy? Nekem most dolgom van, és ha nem tévedek, önnek is. Hát igen. Mindent az üzlet sikeréért. Nagy öröm volt számomra önnel üzletelni. Viszontlátásra. Minden jót. Elment? El. Jó. Az emberének sikerült fölvenni a beszélgetést? Azt írja, megvan az egész. Jó van. Akkor megmondhatja neki, hogy befejezheti a lehallgatást. Hallotta. Te nevél? Az vagyok. Mikor akarják a felvételt? Minél hamarabb együtt meg az üzletet, annál jobb. Rendben. Jöjjön ide a bejárat. Inkább nem. A Szürke utcában van egy kávézó. Ott fogok ülni, pontban 3-4-kor. Várjon, miről fogom felismerni? Egyedül leszek. Előttem pedig egy habos kakaó lesz. Most viccel? Nem szokásom. Rendben, akkor 3-4-kor. Jaj, elnézést kérek, észre se vettem, hogy itt ül. Előfordul. Mit hozhatok? Kakaójuk van. Forró csoki. Csak? Igen, de abból van sima, vaníliás és mandulás is. Nem, egy simát kérünk, és ha lehetne, sűrű tejszínhabbal. Rendben, drágám. Esetleg mást, vacsorát. Semmi mást. Jegyeztem, azonnal hozom. Kristóf? Igen? Nem ismersz? Misi!
Jézusom, 1000 éve! Szevasz! Mi a helyzet? Hát, sok minden. Érdekélek. Mikor is találkoztunk utoljára? Szerintem az 5 éves érettségi találkozón. Hú, tényleg. A többire már el sem mentem. Feltűnt. De régen volt. Mi történt veled azóta? Hát, végeztem a műszakin, aztán megházasodtam. Komolyan? 3 éve. Nagyszerű, gratulálok. Köszönöm. És te? Feleség? Nem fér bele az életembe. A jelenlegi munkám nem teszi lehetővé. Megért. Mivel foglalkozol? Aféle biztonsági ember vagyok. Biztonsági őr? Annál azért jelentősebb a beosztásom. És szereted? Vannak kellemetlen pillanatai, de tud jó is lenni. Ráadásul megfizetik. Fontos szempont. Az. És te? Villanyszerelő lettél? Annyira vagyok én villanyszerelő, mint amennyire te biztonsági őr. Miért? Akkor mit csinálsz? Tessék, a forró csoki jó sok habbal. Magának mit hozhatok? Még nem tudom. Rendben, akkor visszajövök később. Szóval, mivel foglalkozol? Hangtechnikus vagyok. Stúdióban? Néha ott is. Néha meg nem. Igen. Sok helyen dolgozom. Vársz valaki? Én? Nem. Illetve te. Zavaros? Nem, úgyis késik. Randi? Ja, már mondtam, hogy házas vagyok. Az nem jelent sem. Nálam igen. Igen? Megvan? Minden. Mi tart ennyi ideig? A munka egyik része lehetünk, van most jön a második. Csak ne tököljön sokat. Ne aggódjon, megoldom. Remélem is. Elvégre ezért fizetem. Nekem most dolgom van, és ha nem tévedek, önnek is. Mindent megoldok. Ajánlom is. Elnézést, munka. Valószínű. Hol is tartottunk? Nem emlékszem. Ja igen, ugye ez egy brandi? Igen. Nem azt mondtad, hogy üzleti találka? Az. Olyan értelemben, brandi. Hányra beszéltétek meg a találkozót? 3/4-re. Akkor késik. Az is lehet, hogy el se jön. Az is lehet. Te... mit mondtál? Miért is jöttél ide? Vakrandi. Lánya? Nem. Netán fiúval? Nem. Hát? Egy denevérrel. És mit akarsz te egy denevértől? Semmit. Csak egy hangfelvételt. Minek kell az neked? Nem, nekem kell. A főnöködnek? Így van. Nem szereti, hogyha lehallgatják. Azt senki sem szereti. Kivéve, aki a lehallgatást rendeli. Vannak olyan emberek? Vannak. Akár még fizetnek is az ilyenekért. Már nem. Gondolod? Biztos vagyok benne. Ez nagyon határozottnak tűnt. Mert nagyon határozottak vagyunk. Ebben biztos lehetsz. És ha nem kapod meg a hangfelvételt? Megszerzem. Így vagy úgy. Senkit nem akarok bántani. De néha sikerül. A munka része. De nem kell ennek így történni. Ha megkapom a hangfelvételt, akkor nem lesz semmi további sérelem. Na, hozhatok valamit? Nem is tudom. Mit gondolsz, Misi? Sokáig maradunk még? Nem hiszem. Akkor köszönöm, nem kérünk semmit. Maga tudja. Na, mi legyen? Nem adom oda. Ez a munkám. Nekem meg ez? Szép kis munka. A tiéd se sokkal jobb. Azért van egy nagy különbség. Mindketten pénzért csináljuk. És a 20 év ismeretség nem számít? Biztos lehetsz abban, hogy mással már nem csevegnék itt. És a telefon gazdájával mi a helyzet? A telefonnak már nincs gazdája. Nekem feleségem van. Helyes. Gondolj erre, neked feleséged van. Az ilyen munkákkal tartom el? Az ilyen munkákkal lehet. Ezzel nem.
sem kérdezett, hogy készítettem-e róla másolatot? Felesleges, nem készült másolat. Nem tudhatod. Dehogy nem. Ha ugyanis ez a hangfelvétel bárhol, bármilyen formában visszaköszönne, tudni fogom, honnan származik. Hadd csak. A vendégem voltál. Biztos vagyok benne, hogy megkaptam. Túlságosan bízik az emberekben. Megvan rá azokon. És ugyan miért? Mert 20 éve ismeri? Mit mondott? Azt hiszi, magát nem hallgatjuk le. Nézze, maga ügyes fiú vár, most elkövetett egy hibát. És pedig? Minden szálat el kell varni. Végeztünk. Misi? Mondom, Kristóf. Végeztünk.